Több mint 22 ezer ember jelentkezett az Európai űrügynökség felhívására, hogy bekerüljenek az űrhajósok következő generációjába. Az ügynökséghez mind a 25 tagállamból és a társult országokból is érkeztek jelentkezések. A legtöbb Franciaországból, Németországból, Olaszországból és Nagy-Britanniából jött. Ennek történelmi jelentősége van. A 22 ezer jelentkező igen magas szám. Mindannyian le vagyunk nyűgözve. Ez sokkal több, mint amire számítottunk. Ez is azt mutatja, hogy az európai embereket mennyire érdekli az űrkutatás, és hogy űrhajósok legyenek, mondta az Európai űrügynökség vezérigazgatója. Az ügynökség szerint bár fontos szempont volt a sokszínűség, a nemek eloszlása továbbra is egyenlőtlen. A nők aránya mindössze 24% a jelentkezők között, igaz, ez növekedést mutat a 2008-as 15%-hoz képest. A jelentkezők közül végül mindössze maximum 6 emberből lehet űrhajós.